valóban az elmúlt időszakban nagyon jelentős mértékben megszaporodtak a 25 millió forint alatti közbeszerzések Magyarországon. Választásra készülünk, egy demokratikus megmérettetésre, egyesek azonban a 25 millió forintos szerződések megszerzésére készülnek, sőt nem csak készülnek, hanem az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben ez már valósággá vált. Navracsics miniszter úr nem olyan régen tájékoztatást adott arról, hogy az egyik ilyen ügyben maga is vizsgálatot kezdeményez. Szeretnék a magam részéről ehhez a vizsgálathoz a miniszter úrnak adalékokat szolgáltatni. Megjelent, hogy egy 25 millió forint alatti közbeszerzés keretei között egy bizonyos Blue Shine nevű cég hozzájutott egy 25 millió forint alatti szerződéshez. Ennek a cégnek semmilyen szakmai gyakorlata nincs. Egyetlen egy olyan közös pontja van, a közigazgatási államtitkári posztot betöltő Gál András Leventével, a hölgynek, aki ennek a cégnek a vezetője és tulajdonosa, amely egyértelműen fölveti az összejátszás lehetőségét Gál András Levente és az érintett cég között. Hozzáteszem azonban, ezt óhajtotta vizsgálni a miniszter úr, hozzáteszem azonban, hogy volt egy másik közbeszerzés is ugyanakkor, amit a Gál András Levente által felügyelőbizottságként vezetett új vitorlás szövetség kapott meg, valamint volt egy harmadik közbeszerzés is, nyilvánvalóan, hogyha a részletek iránt érdeklődnek, el fogom mondani, de összességében tehát az a helyzet, hogy három cég kapott a KKH-tól, Vetés Iván elnök úrtól, közbeszerzés nélkül, meghívásos alapon egy darab projekthez, a Nemzeti Kártyarendszerhez projekthez kötődően 25 millió forint alatti megbízást. Ez egyértelműen fölveti azt a problémát, hogy a mi megítélésünk szerint, és arra kérem a miniszter urat, hogy ezt vizsgálja ki, lényegében jogszerűtlen volt maga a kiírás, egyrészt azért, mert ennek törvényi alapja nem volt, a Nemzeti Kártyarendszerről nem szól törvényi szabályozás, másrészt pedig azért, mert tudatosan szétválasztották, szétbontották az egységes közbeszerzést 3-25 millió forint alatti közbeszerzésre, ezáltal kikerülték a közbeszerzési törvény jogszerinti végrehajtásának feltételrendszerét. Vagyis 25 millió forintos csalások keretei között kifizetéseket eszközöltek a KKH-ban. Az a kérésem Navracsics miniszter úr felé, hogy tehát komplexen vizsgálja ki ennek az egésznek a kérdéskörét. Másrészt pedig vizsgálja meg azt a kérdést is, hogy Vetési Iván úr akkor került a KKH élére, amikor Navracsics miniszter úr mellett Gál András Levente közigazgatási államtitkár volt, tehát lényegében az előző főnökét juttatta forrásokhoz a KKH jelenlegi vezetője, ezért a vezető, vagyis Vetés Iván felelősségét is vizsgálja meg a miniszter úr, ami megítélésünk szerint megáll ez a típusú felelősség. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy Vetés Iván, aki egyébként azt az intézményt vezeti, amelyik felel a magyar választási rendszer lebonyolításáért, most éppen azzal van elfoglalva, hogy az előző főnökének 25 millió forintos megbízásokat adjon. Szomorú ugyanakkor, hogy nem egy egyedi esetről van szó, erről Szigetvári Viktor fog az önök számára tájékoztatást adni. Köszönöm szépen, ahogy Baja Ferenc is utalt rá, kormányváltásra készül az ország, a Fidesz egyre több szerződést köt 24,5 millió forintért. Ez egy biztos jele annak, hogy pánikban vannak. Az elmúlt hetekben, hónapokban a volt kormány szóvivő Borókai Gábor lánya, Borókai Flóra a Magyar Nemzeti Banktól kapott 24,9 millió forintért közpénzből megbízást. Az elmúlt hetekben a jelenlegi kormány szóvivő volt cég, a Strategopolis Kft. Kapott ugyancsak 24 millió forintnál valamivel több pénzért megbízást egy kormányzati informatikai cégtől, üzleti elemzések elvégzésére. Harmadrészt a kormány szóvivőtől távol nem álló századvég gazdaságkutató ZRT is néhány nappal ezelőtt sajtóhírek szerint kapott 24,5 millió forintos megbízást hirdetmény közzététele nélküli értékhatár alatti közbeszerzésen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től, és most ez tényleg csak három példa volt, tudnánk folytatni ezt a sort tovább. Kormányváltásra készülve a Fidesz talicskázza ki a pénzt a haveroknak,
elfogadhatatlan ez a dolog. Első okunk, amiért sajtótájékoztatót hívtunk össze Baja Ferenccel közösen, az az, hogy az összefogás pártjai, a kormányváltó erők nevében felszólítjuk a kormányt, hogy hagyjon fel az ilyen pánikszerű közbeszerzésekkel, tartalékoljon pénzt arra, hogy a kormányváltás után meg tudjuk valósítani szociálpolitikai és társadalompolitikai céljainkat. Még ezen túlmenően, ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ma feljelentést fogunk tenni a KKH vezetője ellen, büntető feljelentést teszünk hűtlen kezelés alapos gyanújával, mert úgy ítéljük meg, hogy nincs alapja, nincs törvényi alapja annak a beszerzésnek, amelynek részeként 50 millió forintot is meghaladó pénzt talicskáznak ki egy volt közigazgatási államtitkárhoz és élettársához. Arra szólítjuk fel Gál András Leventét és élettársát, hogyha esetleg már megkaptak pénzt ebből a megbízásból, azt azonnali hatállyal fizessék vissza, mondják fel az együttműködést, és egyébként működjenek együtt a nyomozóhatóságokkal az elkövetkező hetekben, mert jó okunk van bízni abban, hogy ahogyan megalapozatlan eljárásokban az esküszegű ügyészek, élükön Fazekas Géza szóvivővel és másokkal versenyt sajtótájékoztattak annak érdekében, hogy lejárassanak politikus társainkat az elmúlt hetekben, hónapokban és években, az ügyészség ezen megalapozott hűtlen kezelés ügyében azonnal vizsgálatot fog kezdeményezni. Várjuk, hogy Polt Péter azonnal indítson vizsgálatot a KKH vezetője Vetési úr ellen, vizsgálják meg Navracsics Tibor vizsgálatának dokumentációit, és szólítsák fel a törvénysértések beszüntetésére Gál András Leventét és élettársát. Feljelentést teszünk hűtlen kezelés alapja és gyanújával, felszólítjuk Gál András Leventét, hogy mondják fel azonnal a szerződést, és felszólítjuk a Magyar Köztársaság kormányát, hogy hagyjon fel a pánikszerű lopással, hagyjon fel azzal, hogy manapság Magyarországon minden 24,9 millió forintba kerül, mert ennél drágább az országnak a sorsa.